arra szeretném rávilágítani, hogy természetesen teljes alkalmazásokat is meg lehet írni F-sharpban, de kezdőként van még egy rendkívül praktikus alkalmazása, ami pedig pontosan a nyelvnek a tömörségéből, de erős típusozottságának a kombinációjából ered. Az, hogy vannak olyan domének, ahol specifikus library-kkel nagyon akár egy nagyobb projekt részeként bizonyos specifikus feladatra használja csak az ember az F-sharp nyelvet. Még két kis apróság, ami ebben a segítségünkre lesz. Az egyik az, hogy még az F-sharpban csak viszonylag limitált számú operátor létrehozható. Ilyen F-sharpban akármilyen, a megengedett karaktereknek egyébként akármilyen kombinációjából össze lehet rakni új operátorokat. Tehát most például csinálunk egy ilyen kérdőjel operátort, ami két oldalról egy-egy opciótípus vár. Így is tudok meccselni egyébként, hogy ezt a két értéket összevonom tuple-be, aztán egy ilyen pattern-nel meccselem, hogyha mindkét oldalon egy szám van, akkor visszaadom egy szintén opcióként a kettő összegét, egyébként meg a null-t. Ha már egy ilyen operátorunk, akkor szépen használhatjuk infix módban, hogy első az mondjuk így a szám 3-at fog visszaadni, a második az pedig nant, mert egyik oldalon helyezőrtéknek van. Tehát szépen lehet specifikus operátorokat létrehozni, amit aztán megyünk saját kis scriptjeinkben lerövidítik a dolgokat. Meg van lehetőség egyébként a nyelvben, hogy az a duck-typingra is. Tehát, hogy olyat megadni, hogy ez a kalapos generikus típus paraméter, ez azt jelzi, hogy itt valami fordítási időben statikusan kiértékelt generikus dologról van szó, akkor muszáj az operátortól függményt inline-nal megjelölni, tehát ez mindig beépül a használati helyére, és mondjuk azt mondom, hogy itt szeretném újra definiálni ezt a Venn operátort úgy, hogy minden egyes olyan elemre, aminek van egy value property-je, azt meghívja az objektumon. Vagy például ez a refcellákon használt beállítás. Alapértelmezetten a webshop azt tudja az operátorra, hogy a ref objektumokon a value-t beállítja, de én például a webshopperben, tehát például a webes keretrendszerben szerepel ez az általánosító definíció, hogy minden olyan típusra, aminek van value property-je setterrel, azon meghívja. És akkor innentől minden olyan típuson, ami van value property, akkor működni fog a felkirátója, és azt a value-ok lekérdezik, illetve működni fog a 2.1 erősség a value-t a beállítására. Ezzel még lehet további ellenőrzött, de nem annyira fixen konkrét típusokhoz, hanem valamilyen property megjelentéhez kötni azt, hogy működik rá egy operátor. És a két dolgot szeretnék említem, amivel mindenképpen érdemes foglalkozni. Egyik az a fake, ami az ötös nyelvénél, ötös verziónál tart. Ez a fake.build oldalon elérhető a dokumentációja. Milyen nem megyek bele? Mutatok itt egy ilyen getting started-ot, talán barát példa, hogy hogy ez ki egy gyors script. Tehát csak egy akármilyen dotnetes projektnek a különböző build targetjeinek és egy build processzének a leírására egy F-sharp nagyon alkalmas, mert egy ilyen target create-ekkel nevezett kis célfüggvényeket létrehozhatunk, aztán ilyen operátorok segítségével szépen lehet definiálni azt, hogy mik a szükséges dependenciák, a bizonyos step előtt szükséges, hogy lefusson egy másik, mik a
feltételes dependenciák, tehát hogyha mindkettő benne lenne a bioprocesszerben, akkor fontos, hogy az egyik a másik előtt fusson le, de automatikusan ne inkludolja be az előzőt. Tehát ilyeneket operátorokkal szépen össze lehet kombinálni, aztán végén lesz egy ilyen egyszerű konzolból elindítható parancsot, hogy run build fsx, és akkor ennek esetben utána megadhatsz egy talpitert, ami vagy általában úgy szokás, hogy akkor összekombinálod egy CMD-be, ami még esetleg beállít a dolgokat, aztán meghívja egy a féket. És igen, komplet konzol, ahogy példeket lehet vele összerakni. A másik ilyen kis library, hogyha valaki Docker tesztelésre használná esetleg csak a F-sharpot, mert jóval kevesebb típus kell kiírni, és mégis elnézett az egész. És a FS Unit az meg az Enumitra épülő kis library, ami ilyen rengeteg ilyen kis segédfüggvényeket ad, mint például a Should, ami egy assertet létre fog hozni. És az nem is magyarázom ezt. Most miért, mert sokkal mélyebben nem mennék bele. A lényeg az az, hogy a még egy kis apróság, a F-sharp engedélyez ezekkel a dupla backquote-okkal, ez tényleg két külön ilyen backquote karakter, engedélyezi azt, hogy akármilyen stringet használhass identifierként, tehát névként. Így szépen ki lehet írni underscore-ok nélkül egy ilyen tesztnevetni gyakran szokásos, ha valaki ennél jutott, vagy bármi ilyesmit használ, hogy szép, hosszú, deklaratív tesztnevek vannak, hogy ennek a dolognak így kell működni, hogy ebben és ebben esetben ez történik, ez szépen le van írva a tesztjének, hogy gyorsan lehessen látni, hogyha valami piros, akkor az mégis micsoda lehet. Illetve jól olvasható tesztnevek, ebben még segít az, hogy space-eket is használhatunk. És maguk az asszertseneket is, és szépen lehet írni. Röviden, én azt mondom, hogy legkönnyebb dolga akkor van az embernek, hogyha a konzolos applikációt vagy könyvtárat fejleszt F-sharpban, teljes dotnet kompatibilitás, ha egy nagyobb C-sharp projekt részeként használna az ember egy F-sharp library, tehát fontos az, hogy olyan library-t fejlesztesz, ami C-sharpos használható, akkor azért ott sok mindenre kell figyelni, és bele kell tanulni, hogy lehet szépen megcsinálni, de egyáltalán nem lehetetlen. És jól megvalósítható a két nyelv között az együttműködés. Csak tudni kell a mobile-okat is csinálni, illetve ilyen mém attribútumokat használni, hogy legyenek C-sharpos alternatív levei a dolgoknak, ami jobban megfelel a szabvány elnevezés tanulnak. Tehát ilyeneket lehet csinálni. Windows-os applikációt én már írtam teljesen F-sharpban. Konkrétan Windows funkciók kevésbé, de a Windows Presentation Foundation-nel igen. Lényegében úgy dolgoztam, hogy egy minimális C-sharp projektben volt az XML file és az applikációnak a váza, és a teljes viewmodellt meg data réteget azt meg egy F-sharp levelben írtam meg. Szóval nagyon szépen működött a data binding, meg minden, és itt is az volt, hogy az új kódot annyira nem közvetlenül F-sharpból írtam, de részeket, de azzal is meg lehet próbálkozni egyébként, de olyan jellegű támogatás, mint például a C-sharpban, az XML-re azt, hogy nem lehetnék várni a nyelvtől. Egyrészt a nyelvnek a struktúrájában is, tehát C-sharpban, ugye pont amiatt, hogy a XML az például generál egy háttér klasszokat, és akkor fontos az, hogy akármilyen klassz lássa a többit, ez F-sharp struktúrája kevésbé működik, de például van olyan tárprovider, ami képes az XML-eket feldolgozni, és akkor annak a segítségével már lehet használni. Tehát vannak rá trükkök, nem mondom, hogy a legjobb support, és a Microsoft-tól is nem, nincs fókuszban, azt kell mondjam, hogy direkten Windows-os fejlesztésre használhassák, de
de az Open Source Community az elég sok megoldást talált erre is. És én most a webesre szeretnék kicsit fókuszálni, és nem tudom mondani a pár opciót. Első a WebShelter, ami a saját belső fejlesztésünk, és már rég elkezdte az Interfactor, és jelen a 4.5-ös verziónál tart, vagy 4.6-osnál, most már rég jött ki verzió. Ez a GitHub-on a .NET WebShelter repo-ban belül van. 4.5.19-nél tartunk. És leggyorsabban úgy tudom bemutatni, hogy micsoda ez, hogyha elmegyek a try.webshelter.com oldalra. Persze van Visual Studio Extension is, ami letölthető a webshelter.com-ról. Ez egy .NET JavaScript fordító, de nem csak az. Most elsősorban azt a részét tudom megmutatni, ami csak böngészőben fut. Tehát ez a trial, ez így erre képes, hogy így definiál. Írhatunk kódot, magcode service is, de nem a server oldalon, nem a kliens oldalon, hanem a websocketen kommunikálva van egy kis code service is. És például írtunk tag provider-t magunk is, ami HTML fájlból képes fölismerni ilyen belső templéteket, amik itt vannak definiálva. Tehát itt a templétben van például ilyesmi, hogy ez a VS template, list item-nek így ez a definíciója, és aztán a kódban, itt ez a tag provider-rel van definizve ez a HTML, aztán a kódban meg van egy ilyen list item konstruktor, ami ilyen chain-t metódusokon be lehet állítani szépen a benne lévő lyukaknak név szerint, hogy mi kerül bele. Van ahova például itt adatok, tehát így is akkor itt az adatbinding meg van oldalakban. Csak azt szeretném mutatni, hogy például, hogy most szándékosan elrontom, beindok ide egy betűt, akkor ennyire responsív a Type Provider, hogy megtalálja, hogy nincs ilyen nemű altánkét a HTML fájlban. Minden egyes frissüléskor a Type Provider az újra generálódik, amikor a source az módos. És akkor így a ténylegesen úgy gondolhatsz. Ez már olyasmi, mint a C-sharpos XML-nél, amely ténylegesen csak így a webben lehet bele célozni azzal, hogy a HTML markupodat erősen típusozott, biztonságosan tudott volna meghívni. Aztán... Jó. Igen, ennél a programban van is kis central applikációra, még annyit gyorsan, hogy itt ilyen reaktív változókkal dolgozik. Tehát itt kapásból egy ilyen list modellt hoz létre, ami egy ilyen reaktív lista lényegében. Aztán ezzel a mondjuk ilyen segédfüggvényéből, ez a bind set cached, ami egy ilyen list modellnek minden eleméhez legenerálja a DOM-ba a dolgot, de nem generálja újra. Tehát, hogy egy bizonyos kulcssal, amit itt érdemes olyan kulcsot válaszolni, nem változik, adott esetben itt a nevet választja. Tehát amikor nem van generálva a list modell, akkor megvan az, hogy a név szerint kulcsozunk. Egyszer legyártotta a dobba, akkor azt nem kell generálni. Van például beállítva a markokban így szerepel, hogy a clear itt van ez a button, igen. És akkor olyan szerepel egy VS, szintén ez a webshelteres előtaggal jelzi, hogy az onclick attribútumnak egy clear nevű kovalitát szeretnénk csinálni. És akkor mivel ez itt emelt attribútként szerepel, ezért kapásból itt olyan overload-ra jelenik meg ez itt a tag provider által. A clear, ami egy függvényt vár. És pont ezt adom meg itt egy kis lambda kifejezéssel, hogy task remove back így az a mindent adott elemnek
tesz, hát lehet nézegetni és ennek fele játszani. Ennek van C-sharp változata is egyébként, tehát például ott ugyanennek a ez visszamegyek a fő oldalra. Ugyanennek a Todoist-nek így néz ki a C-sharp változata. Tehát ide olyan fordító, ami mindkét nyelvnek egyébként a forráskódjából dolgozik, tehát nem .NET, nem ilyenből, hanem ténylegesen a forráskódot nézi, és nem 100%-os lefedettséggel, de elég, de ez elég sok gyakorlati használattal jól. Én mondanék röviden a WebSharper-ről. Meg még esetleg azt, igen, amikor félből van összehasonlításra, azért én nem, semmiképp nem akartam kihagyni azt, hogy említsem azért, hogy van egy konkurenciánk, mert szeretném, hogy megnézzétek minket el, hogy melyik mit tud, és ez pedig a fable.io, ami picit más elveken indult. Alapvetően ugyanazt csináljuk CapShot nyelvből JavaScript-et. Nagyon sok mindent lényegében mindkét library tud. Bizonyos különbségek vannak. A Fable az inkább kicsit arra épül, hogy JavaScript-es environmentben használsz tényleg azt, amit produkálni. Tehát ha van egy nagy JavaScript-es projekted, azon belül szeretnél modulokat esetleg megírni egy sarban. Tehát inkább arra épül, hogy oké, van egy NPM-es dependenciáid, stb. Ilyen PM-ből is lehet húzni magát a Fable-t is, és akkor megfelelő helyre JavaScript-eket generálsz, és kliens oldalt meg elindítod, úgy, ahogy akarod. De van, vagy más .NET-es F-sharp library-kkel kombinálod. Ez a Safe Stack. Tehát szintén egy ilyen F-sharp DSL, ami van egy szerver oldali library, amit használ, és a Fable és a különböző elvizsgált a modellnek a mindenének összevonásából rakták össze a szépet. Még ez a, nekik is van egy ilyen tryf-sharp oldaluk, ami ez a Fable-ra alakult, tehát ez úgy működik, hogy átfordítja a JavaScript-re, és ott futtatja. Vannak is apró különbségek azért a tényleges .NET és mondjuk a Fable fordítás között. Kicsit több, mint a WebSharper-es. Szóval én azon a párton vagyok, hogy legyünk precízek, és a szemantikát tartani kell. Fable-ről nem tudok jó pár olyan helyről, ahol inkább úgy voltak vele, hogy leegyszerűsítik a dolgokat. De ez egy szép dolog csinálok hozzá, azért meg kell ismerni. Még a Fable WebSharper az kicsit a vittabb dizájnú, mint ez a jó kis modern fekete. Röviden írtam egy kis összehasonlítást. WebSharperrel például a .NET Framework-ot is támogatjuk, mint a Fable most már teljesen a core ökoszisztémára épül. Ugye F-Sharp plusz C-Sharp meg teljesen F-Sharp alakú. Mi maradtunk a WebSharperrel a ECMAScript 5-ös, tehát egy elég régi, még a klasszok előtti sima, plain JavaScript-nél. Van egy abandonolt branch, ami TypeScript-re áthúzná a dolgokat, és akkor azt még be kéne fejezni, mert azóta sokat feladott a TypeScript, és amikor ennek a kísérletbe belefogtunk, akkor kiderült, hogy még pár helyen nagyot veszítünk a TypeScript akkori állapotával, de lehet, hogy egyszer eljutunk oda. De jelenleg a Fable az, ami ebben a téren kicsit modernebb kódalkutot generál, viszont post-processing-en megy el, tehát van egy dolgozatos rész, ami dolgozik egy picit a F-sharp kóddal, utána pedig dumpol egy cuccot és áthív Node-on futó Babel nevű könyvtárban, pedig egy ilyen AST-ből képes különböző ECMAScript standardeknek a különben célzott outputot generálni. A
webshopperes ökoszisztéma lényegében teljes egészében a Nuget-en van. Tehát úgy csináljuk, hogy minden egyes DLL az, ha valami JavaScript library-t szeretnénk használni webshopperbe, akkor csinálunk hozzá egy külön kis DLL-t, amiben resource-ként szerepelni fogod a JavaScript file, és a .NET-es DLL-ben pedig ott vannak a függvények, hogy amiket meghívsz az webshop kódodból, és átfordul szépen, úgyhogy a JavaScript library-t használja. Van rakat client szerveri megoldásunk, például routereket, tehát site adatstruktúrát lehetünk definiálni, pont ilyen rekordokkal, uniókkal, stb. Hogy minden egyes URL-a megfelel egy osztat adatstruktúrának, és akkor van egy router, ami lényegében képes ugye parszolni egy URL-t adattá, vagy képes kiírni az adatot a URL-be. És például ezt egy attribútumokkal definiálhatod, és ugyanúgy működik a JavaScript fordításból, mint a szerver oldalon. Tehát legalább megvan ez, hogy linkeket tudsz generálni. Ugye szépen leírt az a struktúrákból, tehát biztosan jó linkeket fogsz kapni, és kliens vagy szerver oldalon csinálod a linket, az kompatibilisan fog működni. Például kliens oldalú routingot is be lehet rakni, az, hogy a URL-nek bizonyos részét elkapod, és akkor navigációt lekezeli a JavaScript. Ilyenekre van lehetőség, azáltal teljesen szinkronban van tartva a kódmodell mindkét oldalon. Ja, tényleg mondjuk azt említeném meg, hogy például a webshopernél még teljesen hanyagoltuk a system refresh-et. Tehát, hogy lehessen a lefordított JavaScript kódban típus sokon elemzést végezni. Tehát ez a get-type, tehát hogy oké, milyen típusú, és akkor azon milyen metódusok vannak. Még a framework az részben támogatja, tehát mondtam, hogy van pár olyan dolgot, hogy jobban támogatnak cserébe azért, hogy picivel hosszabb kódot, picivel többet adatát generálnak. Nekünk meg inkább az volt a elképzelésünk, hogy oké, mindenhol futó JavaScript szabványra, de azt viszonylag minimális formában tegyen. Szóval vannak különbségek. Én azt ajánlom, hogy bízom annyira a webshopperben, hogy megmondom, hogy érdemes lenne mindkettőt megnézni. De ha webshopperes kérdések van, akkor természetesen már is jó ajánlottak, és ha nekem írhattok, illetve itt habon kérdezhettek. És a legújabb, ezt még nagyon gyorsan meg akarom mutatni, a WebAssembly-ról kihallott, hogy kifoglalkozott már a közéletek. Amivel sokan nem ezek szerint. Tehát ugye a legújabb Chrome az már nagyon szépen implementálja a egyébként kiírtuk ezt, hogy a Firefoxhoz, az gyorsabban. Igen, eltart egy kis darabig. Ami itt történik ezen az oldalon, az, hogy van egy Bolero nevű library, ami a Microsoftnak a Blazor nevű keretrendszerre még egy plusz F-sarkos réteget épít. Lényegében WebAssembly-ben futtat .NET DLL-eket. Azaz a böngésző letölti azt a DLL-t, és aztán nem a JavaScript engine-nel, hanem a WebAssembly engine-ével azt futásra írja. Amit az oldal csinál, az, hogy a teljes F-sharp compiler service-t például letölti és betölti. Tehát itt, amit most csinálok, hogy elkezdek kódolni, és azt mondom, hogy megfixeljel egy plusz. Hát nagyon szépen nem oldottuk ilyen dolgokat is. De hát ennyire, tehát ami itt történik, ez most nem webszoketes kommunikáció már, ez már az, hogy az F-sharp code service az a böngészőben. De aztán ilyen nyilván. Szóval ennyire problémákat megvalósítani, és akkor itt kevesebb a hátulütő, ugye, mint a JavaScript-es fordítás esetén, mert garantáltan lényegében sandboxolva egy dolgok implementáció fut. És ez a maga ez az FF Bolero, jó, az kicsit lassan töltődött be, de ha szintén FF Bolero pont jó a fő oldal,
Itt is, például a routing az ott is úgy működik, tehát megcsináltuk azt, hogy, hogy lehet ilyen single page-eket csinálni, és automatikus routing volt. Itt van egy tudó szemtől például, hasonló a webshop-eleshez. Ez is úgy működik, hogy a teljes applikáció logika az TLM-ben meghozza a részül, és aztán a robazmal, tehát a egy WebAssembly-re .NET futtatott versenyben. Van egész jó volt a sok ciók vannak, és ahogy a WebAssembly egyre jobban elterjedt, például valaki megcsinálta például azt, hogy a valamelyiket ismeri a Wizardnak a Diablo című játék. A legelső teljes egészében játszható a WebAssembly-ben. Valaki fogta az eredeti C++ kódot és elnyomta, és még tűntelen, és WebAssembly-ben. És vissza fogtok majd nézni ezekre. Rengeteg kis demo-nak szintjük meg a kommunikációt nyilván, amit egyik is találtak. És a WebSharperes meg a Borrelló-tól szintén magukban hozzá egy kinyíteni faktoros címőkkel annyit, ha bukantítok érdeklődni. További kérdések, mihez szeretnétek még, és akkor visszatérjünk még, hogy max. Egy olyan 5 perc fél óráig. De ha már fáradtak vagyok, hogy majd én hangom is kezd elmenni, akkor nem erőltettem, de nagyon örülnék, ha még. Még nem hallgassuk először azt, mert megyem az, tehát ez csak új vizgálás. Ja, jó. Azt magasan van, igen. Én tovább is ilyen task force dolgokat szeretnék. Tehát nekem olyan, mint task force-nal csinál az ember. Igen. Tehát olyan kompjúban párhatalmas meg. Vagy nem tették el, hanem ahogy egy másságot. Igen. Nem tudom a pontos megfelelőjét. Az van, hogy a... tehát olyan tudok például mutatni, hogy a... itt muszáj átvinni sajnos, mert az aszint paralel, mert van egy olyan modell, hogy ide, akkor nem tudom ezt használni. Tehát mondjuk azt mondom, hogy let aszint... ez hogy nevezi a computation. Yes. Ja, érdekes. Na, ez egy nagyon jó feature, például nem csak 4.2-ben bekerült az Async-nak egy olyan modellógia, Async Parallel-nek egy olyan modellógia, ami van egy Rétvén, akkor ez nem csak 4.2-ben, nem húztam fel még a legkisebbet a nyugasztódikot a gépennek. Nagyon friss a 4.2-ben például már van a mondom, Async Parallel-nek egy olyan modellógia, ami lehet maximum konkurenciát megadni. És akkor ezt így lekezeli. Amilyen kombinátorok egyébként még vannak, hogyha csak az aszinkon belül maradsz, aszink modellen belül maradsz, az... a sequential-ben is, az is egy új dolog, tehát ha egymás után szeretném mégis lekutatni valamit, hogy legyenek fel a paralelnek, arra is van lehetőség, ha vannak különböző konverzációs dolgok, tehát látod, hogy van egy async event, vagy async result-ból, vagy task-ból, vagy gatehandler-ből, de mindegyik dolgatás formában lehet async modellet. Sőt, egyik legbonyolultabb összeszignatúrák dolog, ez az async from continuations, ez is csak jól jön néha. Ez kb. Így néz ki, hogy azt mondom, hogy async from continuations, és ez olyan paramétert vár, olyan callback-et, aminek már a paraméterei is függvények lesznek, tehát hogy van egy oké függvénye,
van egy error függvénye, és van egy cancel. És egyébként ilyet is lehet csinálni, lehet jönni, hogy ez körülbelül arra szolgál, hogy van egy ilyen belső udalomba a függvénye, ami így meg fog kapni egy oké, okay, egy error és egy cancel continuation. És így csinálhat belül különböző dolgokat, meghívhatsz esetleg, elindíthatsz esetleg a szint folyamatokat is. Aztán azokon belül valamikor, ha jól írod meg, akkor csak continuation közül pontosan egyet meghívsz. És tehát vagy az, hogyha a cancellation lereagálod, és akkor a cancel continuation hívod meg, vagy oké, van értéket, adsz vissza a errorra, pedig az esetet vissza. És ez is olyan dolgokat, ami egyébként nem aszinkron módon nem aszinkron függvények kép vannak implementálva, de van jelenlegi dolgot, hogy lehet azt lehet elérni. Ez az tényleg nagyon gyakor, nagyon konkrét használati példa kéne, hogy a másik irányból is vannak konverziók, tehát hogy például SVG-n az egy már megnyomó asszinkron, akkor konvertálni a függvényekre, amelyek egy vagy elindítják, tehát hogy én rájösszünk az alkos beginner függvényeket, rendítve, és aztán azokat, amit meg tudunk sokként ki tudod exportálni, ott, ami egyébként beginner respektet szeretni ezt is a felé követni. Swish2 Contact, Swish2 Nutrat, Swish2 ezekkel pedig threadek között szépen lehet ugrálgatni. Erre gyakori példa például, hogyha valami új felgyőri hívva össze egy asszinkot, akkor nagyon jó dolog ilyet csinálni, hogy asszink elején csinálsz egy ilyet, hogy még akár előtte is, hogy garantáltan el legyen mentve. Köszönöm, hogy megnéztétek!